A nagyváradi esperesi kerület kezdeményezésére 2016. május 22-én vasárnap 17 óra 30 perckor gyalogos zarándoklatra indult Nagyvárad népe a Nagyvárad-velencei római katolikus templomtól Szent László király sírjához. A város plébániainak hívei azért jöttek, hogy Szent László iránti tiszteletüket fejezzék ki és kérjék a Szent király közbenjárását. A vártemplomban 18 órakor mutatott be szentmisét Böcskei László megyés püspök. A szentmise bevezetőjében a főpásztor azt mondta, hogy oda jöttek a hívek, ahol minden elkezdődött, az egyház megye bölcsőjéhez, arra a helyre, ahol egykor a Szent László által építetett székesegyház állt, és ahova később magát a szentet is temették. Egy időt szenteljenek arra, hogy nyitott szívvel, lélekkel felkeressük azt a helyet, ahol minden kezdődött. Ezt követően az egyházmegye elöljárója az újonnan felállított, szatmári műhelyben frissen restaurált Szent László királyt ábrázoló oltárképet áldotta meg. Prédikációjában Pék Sándor, nagyváradi esperes, a Szent László templom plébánosa egy Lengyelországban megesett történettel szemléltette, hogy a kommunizmus idejében milyen nehéz volt templomot építeni, és mégis mennyire áldozatkészek voltak a hívek. Ma nekünk nem kell templomot építenünk, fogalmazott az esperes, de feladatunk lélekkel és jelenlétünkkel megtölteni azokat a templomokat, amelyeket elődjeink építettek. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt betöltsük. Élettel és lélekkel. Azért jövünk el évről évre ide, együtt, imádkozva, énekelve, Szent Lászlót tisztelve, hogy ezt a tárga lehetőségünket betöltsük lélekkel és élettel. A szónok kiemelte azokat az értékeket, amelyekre a szentek tiszteletének, illetve a háromságos Istenbe vetett hitnek kell ösztönözni a híveket. Az igazság keresése, a lelki béke megteremtése és a szeretet megélése. A liturgikus zenei szolgálatot a Szent László plébánia templom Halmos László kórusa biztosította Kribus Mónika vezetésével. A szentmise után az zarándokok a boldogságos szűz közbenjárását kérték, az ő tiszteletére szentelt első székesegyház helyén felállított Mária oltár körül a májusi áltatosságot végezték el.